A hagyományos felfogás szerint a magyar lovas nemzet, bár az európai átlag 12-höz képest, Magyarországon csak 6-7 ló jut 1000 főre. Bár a vérünkben, a génjeinkben van a lovak szeretete, a lovasport ma még népszerűsítésre szorul, ezért alkották meg a Nemzeti Lovas Programot, amelynek fontos eleme a júliusban Ópusztaszeren megrendezendő nyerekszemle is. A háromnapos nyerekszemle az első olyan lovasfesztivál, ahol a Kárpát-medence összes hagyományőrző lovasa találkozhat. A résztvevők lóháton érkeznek Ópusztaszerre. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy mivel az egész rendezvény a találkozás gondolat köré szerveződik, ezek a találkozások, ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy ezt el is tudjuk magyarázni esetleg azoknak, akik még nem találkoztak ezzel a gondolattal. Én csak pozitív visszajelzésekkel találkoztam eddig. Mindenki örül neki. Ez nem egy verseny ráadásul, hanem ez tényleg egy aféle készfogó, ahol együtt lehet az ember a barátaival, vagy a rég nem látott ismerőseivel, lehet, hogy csak itt fog találkozni velük egy évben egyszer. Egy Kecskemét melletti lovasközpontban a Bács-Kiskun megyei lovasok kaptak tájékoztatást a rendezvényről, valamint a Nemzeti Lovas Programról. Egyrészt van egy ősi tradíció, amely egy olyan szellemi örökség, amely bennünket lovas nemzettét tesz. Másrészt a történelmünket is ezer és ezer szárral szövi át a ló és a magyarság kapcsolata. Harmadrészt pedig a magyar, mint lovas nemzet, a világban is egy elismert lovas nemzet, a sport sikereink, a modern sport sikereink is erre predesztinálnak bennünket. Magyarországon jelen pillanatban kb. 70 ezer ló van, ebből nagyon kevés a regisztrált sportló, pár ezer csupán. Jócskán elmaradunk az európai átlag mögött, tehát ilyen értelemben a lovas nemzet fogalmának tulajdonképpen nem felelünk meg. Nem vagyunk képesek felérni azokhoz a tradíciókhoz, amelyeket több ezer esztendő jelent számunkra. Ugyanakkor ez azt is jelzi, hogy hatalmas nagy a potenciál és a lehetőség a magyar lovas ágazatban. Ez az új nemzeti lovas program ezt a potenciált próbálja meg kihasználni. Nem csak előadásokat hallhattak a résztvevők, hanem egy látványos bemutatót is láthattak, amely az erőszakmentes lókiképzést ismertette. Szabadidomítás az egy olyan dolog, amikor a lovakkal tényleg az egyetlen kapcsolat az, hogy milyen testbeszédet használunk, milyen hangokat adunk nekik, és teljesen szabadon, szabad akaratukból jönnek utánunk, szabad akaratukból váltanak irányt. Nyilván a mi jeleinket figyelik, és a szabadidomítás az, ahol igazán eldől, hogy milyen a kapcsolata az embernek a lóval. Ez a módszer, ez minden lónak jót tesz. Az idegesebb lovaknak levezeti az energiáit, a nyugodtabb lovakat egy picit arra készíti, hogy játékosabban tudjanak mozogni, és saját, egy kicsit a kedvüket meghozza erre a dologra. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez bármilyen lónak jót tehet, nyilván, hogyha jól foglalkozunk vele, és minden ló egy külön történet, tehát minden lóhoz máshogy kell viszonyulni. A július közepén megrendezendő nyerekszemlén természetesen nem csak ilyen bemutatókkal várják a látogatókat, hanem a lovas hagyományőrzés, a lovasport minden ágával megismerkedhetnek, akik Ópusztaszerre látogatnak.